milyen nemzeti parkokban voltál ezek közül a képek közül? Mindegyikben. Hát nekem valaki azt mondta, hogy 50 évvel ezelőtt, vagy még több, hogy Martin, te egy fél évszázad múlva Budapesten egy nagyon tehetséges tájfényképész kiállítását megnyitod, azt mondom, meg vagy te bolondulva? Hogy ilyen hülyeséget hogy lehet mondani? És így történt. Legmondom őszintén, ezek a képeken sokkal jobban nézni. Tudnék, itt nem csak a zöld, mert nem szeretem a zöldet, én a formátra megyek, és te is a formára mély. Szerintem az a művészet, hogy a matematika, minden matematika szerintem, a matematikának a vizuális része a geometria. És szerintem mindenképpen benne kell lenni a geometriának nálad is. Az a szép tájkép is, aminek gyönyörű geometriai formája van. Ezt vagy látod, vagy nem. Én sokáig nem is láttam a geometriát, és utána tanultam a geometriát. Érzés, jó volt az érzésem. Hát az nem is fontos, hogy az ember tudja. Megtanultam, hogy sok mindent. Az apámra sose hallgattam, mondom, hülyeségeket, mondom, hogy a forma. Ennek van formája, nincs formája, van forma érzéke, és ez baromságok, érted? Aztán akkor rájöttem, hogy ez az egyetlen pontosabb forma, akkor rájöttem, hogy az apám milyen okos dolgokat mondott, és hát ez nem egy gyerek, nem figyel. Ez fotózásnak akármelyik terület, és nem csak a fényképezést, ez a festményen is vonatkozik. Na, ugyanaz. Én amikor elkezdtem fotózni, nagyon sokszor két tárra jártam, és a festők munkáit néztem, mert még egy fotónál vagy beállítja az ember, vagy hogyha egy pillanatot fotózik, akkor nem biztos, hogy ez a geometriát arrébb kell rakni, de egy festő, mindegy, az oda festi. Mindegy, ezt nekem mondta egy festő barátom, csináltam. Csináltam egy nódot, ő is rajta volt minden, és egy fél órát kinyitottam, hogy minden meg legyen komponálva. És akkor megmutattam neki a képet, mondom azt, hogy miért csináltad ennyi ideig? Mondom, meglátod a képet, ez nem lett elkattintva, ez meg lett csinálva. És akkor megnézte, elmagyaráztam neki. Szia Martin, hát festeni könnyebb akkor, mint fényképezni, és bizonyos szempontból neki volt igaza. Erre gondolok én is. A festők pedig maguktól vannak elhalva, de mi gondolom fényképezni legalább olyan nehéz. A festők odaig teszi a vonalt, hogy ne a füledbe jöjjön ki a vonal, de mi nem tudjuk odaért tenni. Másik lencse kell, másik minden. Nekem meg kell beszélni sokszor, egy 10 emeletes háznak a tetejére fel tudjak menni, mert onnan jó a geometria, onnan jó a perspektíva, utána kell járni. Most például a parlamentet akartam a Nagy Árvíznél lefotózni, meg kellett beszélni a Mártai Szeretett Szolgálatnak a mentő autóénak, a székházának a tetejéről tudjak fotózni, mert csak onnan tudtam jó képet csinálni, és akkor ameddig elintéz az ember, engedélyt kér hozzá. Filmen. Nem is értik, hogy miért kéred, azt hiszik, hogy csak hogy pontos akarsz lenni. Nem, de te látod a dolgokat. Én nem is vittem fényképezőgépet magam, amikor mentünk kirándulni. Nem. Sőt, partikon kérdezik, Martin, hol a géped? És az illető orvos volt. És hol a taszoszkópod? Tetszettek dolgok, minden. Néha, hogy meg is néztem, hogy mi lenne jó, csak úgy, mint fényképész, de nem az egy szakmán, nem kerestem bőle pénzt. Élveztem, néztem, nem magyaráztam, csak megnéztem. És hogy néz ki, ha kivágom? És kész. Itt van az agyamban. És igazam is volt, nem most egy csomó képet hazahoztam Amerikából, és meg sem néznem csomó meg sem nézem. Nem nézed meg? Van amelyik, ami tetszik nagyon jó, meg abból tanítok. Kb. 300 képből tanítok. És az mind a portrétó kezdve divat, minden benne van, tárgyfényképezés, épületek, minden. Tájat nem tanítok, megmondom őszintén, mert annyi ember fényképez tájat, és megmondom őszintén, az még a legjobb. Azok még a legjobbak. A tájfényképészek, portré, meg divat, meg ezek, azok ráfér a tanítás, azt gondolom. De nem akarok ki senkit, nem akarok senkit felni, tudod? De a tájfénykép, ha jó szemed van, akkor nem számít, milyen a tárgy. Te csinálsz egy jó képet, igaz? Szépen megkomponálod mindent, és akkor nagyon jó lesz. A következő kiállításom indiai kiállítás lesz, Indiáról. Hol? Indiáról fog Indiáról? Szólni. És ott nagyon sok portré lesz benne. Ó, az most érdekes vissza Indiából, Kumbamélán voltunk. És 110 millió ember látogatta meg ezt az eseményt, ennyien fürödtek meg a Gangesbe, és rengeteg... Milyen piszkosak lehettek? Már hát, a fürdés után. Ja, a fürdés után, így van. De még fogat is mosnak benne. Mennyi ideig lesz Indiában? Hát most 3 hétig voltam Indiában, és az alatt forgattunk egy filmet a National Geographicnak erről a Kumbamiláról, erről a hindu eseményről. Ezt 12 évente rendezik, és az a világ legnagyobb ilyen vallási ünnepe. És ment egy magyar 25 fős társaság ki erre a Kumbamélára, és végigkísértük az útjukat, ez volt a feladat. De rengeteg portrét tudtam készíteni,
Hát nagyon sok ilyen... Azok nagyon érdekes arcok. Nagyon, nagyon színesek a ruhák, az emberek, és élveztem, amikor olyan szép éles képet készítek, hogy a szőrszál, a szakálluk, minden szép éles, és sokszor megállítottam az embereket, beállítottam őket, és úgy csináltam meg, mert roham tempóban ilyen elkapott pillanatokat lehetett volna fotózni, nem lettek volna ilyen élesek. Ne, én se hiszek ilyenekbe. Ezt jól elkaptad. Ezt a szóra olyan mérges vagyok, hogy csoda, valószínűleg te is. Azok a képek lettek a legjobbak, amikor megállítottuk őket. Hát persze. És mégis kis spontanitás volt benne, de mégis... Hát ez az érdekesség benne, hogy állva csinálod, és úgy néz ki, mintha beszélne vagy mozogna. Az a művészet, hogy egy nagyon rendezőnek is kell lenne, embereket fényképezel. Meg kell velük dumálni. Ha nem dumálod, ne, akkor csak úgy néznek. A kiállítás megnyitó hogyan tetszett? Ó, nagyon jó. Nagyon, nagyon sajnálom, akartam magyarázni, hogy nekem mi a véleményem a formalista képekről, a forma. De gondoltam, majd lesz alkalom rá, de aztán szóltam is annak a megnyitó, nem tudom a nevét. Bézi Péternek. Péternek, mondom, Péter, van egy kis idő, szeretnék egy kicsit magyarázni, megmagyaráznám, mint fényképész ezeket a képeket. De hát valószínűleg nem volt rá idő, vagy mondom, akarták, hogy csináljuk meg ezt most velünk. De én meg akartam magyarázni, hogy ezekben a képekben nem csak a tája szép, hanem szépen meg van a komponálva, amit úgy jönnek, hogy forma. Ezek formalista képek. Most itt magyarázd meg, tessék. Most itt magyarázom meg. Én szerintem a ezt fogják a legtöbben látni. A művészet szerintem semmi más, mint matematika. Az egész világ mindenség matematika. A bolygók kerekek, a bolygók kerek vonalban mennek, ez minden matematika. Ha nem lenne matematika, nem tudtunk fölmenni a holdba. Na most a matematikát mi nem látjuk. A matematikának a vizuális része a geometria. Az is ugyanolyan matematika. És én szerintem minden vizuális alkotáson, az lehet épület, ruha, tánc, fénykép, abban a matematikának, geometrának kell lenni. A zenét kihagytad. A zenét kihagytam, na. Én azt szoktam mondani, hogy nincs matematika zenébe, táncba. Az mind olyan, mintha én csinálok egy képet, amiben nincs matematika, az úgy néz neki, mintha én táncolnék az operába. Neves. Nem? Ez sok ember ezeket úgy hívja, hogy kameratulajdonosok. Nem fényképészek, kameratulajdonosok, mert reggel estig fényképeznek. Nem tudják, hogy ez nem olyan könnyű dolog. Los Angeles mellett van egy kis falu, a Santa Barbara. Van egy kis iskola, ugye Brooks Institute. De 154 ezer dollárért 4 év alatt megtanítják az alapokat. Hát úgyhogy ez nem olyan könnyű mesterség. Ez nem olyan könnyű mesterség. Hány fantasztikus orvos van, hány fantasztikus ügyvéd van, színi? Hány ember tud ilyen képeket csinálni? Hát igen. Na, de akkor nem van könnyű ez dolog. Ez olyan, hogy nagyon sokan hiszik azt, hogy azért, mert vettek egy fényképezőgépet, attól tudnak képet csinálni, de ugyanez van az énekkel is. Nem? Iskolában tanítják az éneket, tanítanak általános iskolában zenélni. Ja, de abból nem lesz opera. Abból még nem lesz opera. Így van. Operaján. Tehát attól még lehet tanulni fényképezni. Ja. Attól, hogy elvégzett egy iskolát valaki, attól még nem lesz fényképész, és attól még nem lesz olyan látásmódja. Lehet javítani bizonyos szinten, de hát teljesen nagyon... más, hogyha valaki azzal születik, meg teljesen más, hogyha valaki ezt így hosszú évek alatt megpróbálja megtanulni, vagy feltuningolni a tudását. Hát én tanultam zongorázni, és megkérdeztem a tanárnőtől, hogy érdemes nekem ezt csinálni. És a Martin, hát először a legnépszerűbb srác, te zongorázol, és mindenki fog táncolni, jó? Én nem ezt gondoltam, hogy közönség előtt fogok-e tudni zongorázni. És elkezdett gúnyolódni. Ó, te a Carnegie Hallba akarsz menni, Martin, ugye? Hát mindenki nevetett. Nem volt igaza. Én voltam a Carnegie Hallba, de nem az a zongorámmal, hanem a képeimmel. Úgyhogy nem él már, de mondtam volna neki, hogy anyukám, nem volt igaz, én voltam a Carnegie Hallban. A Rick Nielsen a Garden Partyjában. Nagy képek, minden az egész zenekar, minden az egész előtér tel volt képemmel. Rögtön gondoltam a zongora tanárnőmre. Szerencsete minden hidd az egész életén. Én öreg szivar vagyok, látod. És... De olyan jó vagy, hogy még együtt megyünk hullámas utazni. Ó, háromszor terveztük el, mert gyerekkorom óta nem voltam ezen a pa hullámas uton. Disneylandben meg Amerikában voltam, de felettem még egyszer fölülni erre a fa hullámvasútra. Lehet, hogy veszélyes, de nem baj. De sose lehet itt embereket összeszedni. Utolsó pillanatig megyünk, és mindenkit kitalál valamit, hogy... Krisztivel megbeszélem, legközelebb elmegyünk. Legközelebb jössz? Jó. Megvan a számon.
Én már megmondtam neki, gyereke, úgysem hagyjuk. Be fog csukni a vidám palkkal már, és nem fogunk elmenni. Hát én még egyszer fel akarok ülni a hullámvasútra. Be fogsz.